Hát szeretnék olyan kérdéseket feltenni, amiket eddig nem volt lehetőségünk önnek. Számos interjú kéremet küldtünk, és még csak nem is válaszolt. Én azt nem vonom kétségbe, hogy vannak lelkes ügynökök. Szuverenitás védelmi beszélgetést tartottak Tusványosan. A résztvevők között volt Kósa Lajos, Tuzson Bence igazságügyi miniszter, valamint Lánci Tamás is, a Szuverenitás védelmi hivatal vezetője, akivel a hivatal felállítása óta most tudtunk először interjút készíteni. A Szuverenitás védelmi hivatal az a fél évvel ezelőtt megalapított szervezet, amely pártoknál, civil szervezeteknél, valamint sajtótermékeknél vizsgálja a külföldi forrásokat, valamint a külföldi befolyásolási kísérleteket. Én nem politikai véleményeket értékelek. Én azt nézem, hogy van-e külföldi befolyás. Ez egy szuverenitásvédelmi hivatal. Magyarországon mindenkinek mindenről meg lehet a véleménye, teljesen szabadon. Én nem cenzor vagyok, nekem nem az a feladatom, hogy zsűrizzem, hogy kinek jó vagy kinek rossz a véleménye. Az én feladatom, hogy megnézzem, hogy mondjuk egy politikai sajtóterméknek nevező orgánum esetében van-e külföldi befolyás. Önök az látható. Külföldi befolyás van nálunk? Igen. De mire gondol mondjuk azt, hogyha mondjuk az Európai Unió valamelyik szervénél? Nem akarom pertraktálni, olvassák el a jelentést, hogyha valakit érdekel, ott van fönt a honlapunkon, olvass el. Foglalkoztak is vele egyébként. Azt a pénzt azt valamiért adták önöknek, azoknak a sajtótermékeknek, amelyek Magyarországon külföldi érdekek védelmében lépnek föl. De mi a külföldök érdekek védelmében lépünk fel ön szerint? Ezt most már harmadszorra kérdezi meg, igen. Hogy azt gondolja. Én személy szerint a saját jelentésünkből azt olvastam ki, igen. Egy tartalomvizsgálatot végeztünk, de nem önök voltak a célkeresztben. Az egész magyar sajtót átvilágítottuk, és többek között önök is felszínre bukkantak. A szuverenitást azt alapvetően szerintem nem csak az Európai Unió, és nem csak más államok vonatkozásában kell megvédenünk, hanem létrejött egy úgynevezett szürke zóna, szuverenitási szürke zóna, amiben szabadon grasszálnak olyan szervezetek, amelyek nem államok, nem az unió szervei, hanem mindenfélének nevezik magukat, sajtónak, civil szervezetnek, de valójában ők politikai nyomás gyakorló szervek. Amikor arról beszélt, hogy magukat sajtónak nevező politikai nyomás gyakorlást végző szürke zónás szervezetek, akkor a Kesmára gondolt? Külföldről támogatott a Kesma? Hát politikai nyomás gyakorlást végez, vagy nem? De nem külföldről támogatott, és nem végez politikai nyomásgyakorlást a Kesma a magyar szuverenitás talajánál. Ezt mi alapján tudja megállapítani? Úgyhogy olvasom őket. Miket olvas még? Mindent. Önöket is. És mondjuk hova sorolja be a Telexet? Ott van a jelentésünk. De ez mit jelent? Elmondaná? A jelentésünkből eléggé világosan kiderül, hogy bizonyos kérdésekben olyan álláspontot foglalnak el, amely szerintem, mi véleményünk szerint, a hivatal véleménye szerint sérti a magyar szuverenitást. És ugye ehhez jön még a támogatás kérdése. Tehát ugye vannak olyan magyarországi sajtótermékek, Magyarországon működő sajtótermékek, amelyek külföldi állam finanszírozásában állnak. Ez azt gondolom, hogy probléma. Melyekre gondol? Azok, amelyik az amerikai külügyminisztériumnak elsődlegesen, de nem kizárólag, amelyik az amerikai külügyminisztérium nagykövetségétől működésre kaptak támogatást. Nemzetközi hálózatokba tömörülnek, nemzetközileg működnek, és ez a hálózat nem csak Magyarországon, hanem az egész Európai Unió területén, sőt az Egyesült Államokban is működik. És arra törekszik, hogy a befolyásolja a politikai közbeszédet, befolyásolja a közhatalomnak a gyakorlását. A megszületett törvény alapvetően jó, de azért az elmúlt szűk fél év működése arra számomra mindenképpen rávilágított, hogy valószínűleg további jogszabályalkotásra lesz szükség. Mert már most látszik, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek például Kerekperec megtagadják a magyar állam egyik hivatalos szervének a belvaló együttműködést. Ilyen például ugye a Transparency International. Kiket terveznek még vizsgálni, így egyedileg részletesebben? Most ezek a vizsgálatok zajlanak, jövőbeli vizsgálatokról nem szeretnék beszélni. A szuverenitás is olyan, hogyha egyszerre egy fontos lépést, tehát a szuverenitás védelme érdekében folytatott harcon, hogyha egy fontos lépést eltudunk, akkor annak nagyon nehezen reparáltó következményei vannak. Bejön a török Budára, az többet nem megy ki, ez a baj. A szuverén államok egyre nagyobb nyomás alatt vannak, és mint mondtam, nem csak az Európai Unió részéről, nem csak birodalmak részéről, hanem olyan informális szereplők részéről is, akik
óriási hatalmat gyakorolnak, meghatározzák a közbeszédet, hatással vannak a közpolitikára, de hivatalosan, ahogy ezt Kossuth is mondta, hivatalosan egyébként nem lépnek be a politikai térbe, nem vállalnak föl, hivatalosan nem vállalnak föl politikai szerepet, miközben 100%-osan politikát csinálnak. De őket tévesen például civil szervezeteknek szoktuk nevezni, de ez a megnevezés szerintem hibás, ezen is majd érdemes lesz elgondolkodni, hogy és létrehozni esetleg egy új kategóriát politikai nyomásgyakorló szerv néven. De mond mondjuk három ilyen szervezetet, csak hogy tudjuk, hogy mire gondol. Nem akarok prejudikálni. Majd, hogyha lesz ilyen jogi rezsim, akkor majd erre térjünk vissza. Ugye átláthatóságról beszél, hogy ezt más médianak tűnő szervezeteknél is próbálnak majd ilyen vizsgálatot folytatni, tehát mondjuk a Megafonnál, vagy akár a Cashma különböző leágazásainál. Ha külföldi pénz gyanúja felbukkan bármilyen szervezetnél, ott fogunk vizsgálatot folytatni, ebbe biztos lehet. A miniszter úr hogyan látja az a kötelezettségszegési eljárás, amely beindult Magyarország ellen etéren, annak mi lehet a következménye, a kifutása? Hát illúziónk sose legyenek ezekben a kérdésekben, de azt sem várhatjuk persze azoktól, akik a szuverenitást ról máshogy gondolkodnak és be akarnak avatkozni egy ország szuverenitásába, hogy jó néven vegyék, hogy egy olyan szervezet létrejön, ami akadályozza ezt a beavatkozási kísérletet, de szépen fog előre haladni, mi jogi eszközökkel védekezünk. Itt olyan emberekkel küzdünk, meg olyan szervezetekkel, amivel kapcsolatban van egy csomó illúziónk, ami ilyen teljesen közkedettű tévedés. Ádegy, az Európai Unió az nem szuverén. Nem csak azért nem szuverén, mert konkrétan most különböző befolyások alatt van teljesen direkten kimutathatóan, hanem azért, mert az Európai Unió nem állam. Ilyen értelemben nem is jogállam, a jogállamiság ismérvei sem vonatkoznak rá, tehát ebben az értelemben önmagában egy elméleti megközelítés és vitát érdemes lenne folytatni arra, hogy mi a fene ez az Európai Unió, de hogy nem jogállam, nem állam, szuverenitása abban az értelemben, hogy egy nemzetállamnak van, nincsen neki, nincs, az nem is kérdés. Ugye az uniós pályázatoknál az egy nagyon érdekes kérdés, hogy most ugye a sajtót azt így kiemelte, hogy akkor mi valamire kapunk pénzt, de hogy az a számos magyar vállalkozás, tudok sorolni, nyilván kormányközeléket, nyilván ön is tudja, hogy Mészáros Lőrinc mondjuk mennyit köszönhet uniós tendereknek, szóval hogy itt hol van a határ, hogy lehet pályázni mondjuk, nem tudom, asztalos műhely fejlesztésére, de mondjuk sajtó működtetésére, nem? Mindenre lehet pályázni. Én nem akarom megtiltani önöknek, hogy pályázzanak. Én csak arra hívom fel a figyelmet, hogyha önök utána a politikai véleményeket fogalmaznak meg, és ezt újságírásnak nevezik, akkor én ezt viszont annak fogom nevezni, a hivatal annak fogja nevezni, ami ez politikai befolyásolás, politikai nyomásgyakorlás külföldi pénzből. Ugye most azt mondja, hogy hogyha valaki külföldről kap támogatást, mondjuk egy sajtótermék, akkor az onnantól kezdve azt nem nevezzük újságírásnak, hanem akkor ön ezt politikai nyomásgyakorlásnak tartja. Még ezt sem állítottam. Nem teljesen, akkor szeretném pontosítani, hogyha utána érdemes megnézni ezeknek a sajtótermékeknek a tevékenységét, mi is ezt csináljuk. És utána, hogyha szemmel látható, hogy egy adott álláspont mellett agitál az adott sajtótermék, akkor ott ebből a korrelációból fakadóan szerintem kijelenthető, hogy itt külföldi befolyás szerzés zajlik. Mondjuk ebben a szituációban, ami most történik, ez most ön szerint újságírás, vagy ez egy külföldi nyomásgyakorlás a szuverenitásvédelmi hivatalra? Hát ez dönts el ön. De ön... Én a sajtótermékéről beszélek, nem az ön személyes motivációjáról. Sajtóterméket képviselek ebben a helyzetben. Azt ön bizonyosan tudja, hogy ön most mit csinál. Szeretnék olyan kérdéseket feltenni, amiket eddig nem volt lehetőségünk önnek. Számos interjú kéremet küldtünk, és még csak nem is válaszolt. Én azt nem vonom kétségbe, hogy vannak lelkes ügynökök. Én sose vontam kétségbe. Vannak lelkes ügynökök, akik meggyőződéssel teszik, amit tesznek. Most ezzel mondjuk most éppen rámutal? Ez dönts el maga. Ezt maga tudja. Motivációját én nem tudom megítélni. Ön szerint fontos, hogy legyen kormánykritikus sajtó Magyarországon? Hogy legyen kormánykritikus? Természetesen. Én abszolút a médiapluralizmusnak a híve vagyok, és Magyarországon az van. Tehát nem az a probléma önmagában, hogy valaki, mint ahogy mi is próbáljuk mások véleményét megváltoztatni különböző kérdésekben, ez teljesen rendben van. Tehát önmagában ezt így nem lehet kijelenteni, hogy ez rossz. A probléma az, hogyha ez nem átlátható, és nem olyan keretrendszerben történik, ami keretrendszerrel mindenki tud élni. Tehát persze, csak írják oda,
hogy ezt a cikket Soros György alapítványának támogatása jelentettük meg. Tehát a reklám sem rossz, én nem szeretem őket, de csak írják oda, hogy reklám. A Telexet támogató 70 ezer emberről mit mondta, hogy ők miért támogatnak minket? 70 ezer ember volt, mert vagy egyszer, vagy rendszeresen támogatta a mi újságunkat. Szerintem miért? Vagy ők is? Nem dolgom vele foglalkozni, nem is különösebben érdekel. Honnan tudjam, hogy 70 ezer embernek mi volt a motivációja. Ők így látták jónak, az ő dolguk, tegyék. Szeretné, hogyha mondjuk a Telex jövőre is itt lenne tusványosan, és önnek kérdéseket tudnánk feltenni? Nekem, hogy önök hiányoznak-e innen? Nekem önök így most nem hiányoznak. Itt vannak a barátaim, jól érzem magamat. Nekem különösebben önök nem hiányoznak. Ha jönnek, akkor jönnek. Ha jönnek, akkor jöjjenek. Tehát nekem problémám úgy nincs vele. Sétálgassanak, élvezzék itt ezt a helyszínt, és próbáljanak meg nyitottan, őszintén és magyar szemmel viszonyulni hozzá. És hogy látja az eddigi tudósításainkból, hogy mi nem elég magyar szemmel nézzük a világot? Két jelentésünk van. A két jelentésünkből arra, hogy a tusványosi rendezvényhez hogyan viszonyulnak, arra nem tudok következtetést levonni. Általában véve a két ügyből, amit vizsgáltunk, a két jelentésből azt szűrtem le, hogy ott önök nem, alapvetően nem a magyar szuverén nemzeti érdeket képviselték, a felületeiken tendenciózusan külföldi érdekek mentén írtak cikkeket és jelentettek meg írásokat. De az mondjuk nem a magyar emberek érdeke ön szerint, hogy mondjuk a magyar külpolitikával szemben megjelenjenek egyébként kritikus hangok, akár mondjuk a miniszterelnök békemissziójával szemben fel lehessen vetni olyan kérdéseket, hogy ez egyébként ez például melyik külföldi államnak az érdekeit szolgálja. De szerintem a kritika nagyon fontos, én magam is hiszek a kritikában, rendszeresen elemző voltam, részt vettem vitaműsorokban, nem félek a kritikától, szívesen vitatkozom. De azt nem szeretem, hogyha valaki elhallgatja a motivációit, és valójában nem a saját álláspontját képviseli, hanem egy külföldi megbízónak az álláspontját. Magyarországon több olyan sajtótermék is van sajnos, amelyik így működik. Nem a kritikával van a probléma, hanem a tendenciózus külföldi érdekképviselettel. Önök ezt mindig tagadni fogják. Fél évente kirakjuk azt, hogy milyen pályázatokon indulunk, és milyen forrásokból működünk, ebből mennyi a magyar adományozó támogató, mekkora a reklámbevétel, mekkora mondjuk a nemzetközi pályázat, uniós pályázat, amin elindultunk, tehát, és utána meg úgy állítják be nyilvánosságban, mint hogyha mi elhallgatnánk bármit, ön is most ugye erre utal, hogy mi elhallgatjuk azt, hogy milyen érdekből, meg honnan működünk, de hát pontosan mi magunk közeljük azonnal, amint valamilyen forráshoz jutunk. Külföldi pénzből működnek, ezt helyesen teszik. Ez helyes, hogyha ezt föltüntetik, nagyon helyes. Ha Lánci Tamással ellentétben ti úgy gondoljátok, hogy a Telex a magyar érdeket szolgálja, akkor támogassátok a munkánkat. Ezt meg tudjátok tenni a telex.hu/támogatás oldalon keresztül, vagy itt a YouTube-on is, hogyha a videó alatt rányomtok a szuper köszönetre. Ennyi.